Mária nagy boldogsággal a szívében elindult rokonaihoz. Erzsébet már messziről meglátta, eléje sietett, és így köszöntötte. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Midőn megláttalak az úton, méhemben megmozdult a gyermek. Boldog vagy, mert hittél Isten szavában. Nézd, Zakariás megmémult, mert nem hitt az Úr angyalának. Nem hitt el, hogy gyermekünk születhet, azóta csak mutogatni tud. Csodálatos dolog, ami velünk történik. Áldott legyen érte az Úr szent neve. Mária ott maradt rokonainál és segített Erzsébetnek. Mikor elérkezett az idő, Erzsébet fiút szült. Az egyik legismertebb karácsonyhoz kötődő népszokás a betlehemezés. Még manapság is sokan sok helyen művelik az ünnepekhez közeledve. Általában nem a régi kor szokásainak megfelelően házról házra járnak a szereplők, hanem templomokban, iskolákban, közösségi tereken, vendégek, nézők előtt elevenítik fel Jézus születésének történetét. A betlehemes népszokásban két hagyomány körötvöződik: a kereszténység előtti pogány és antik gyökerű képzetek, valamint az ünnep keresztény jellegéből fakadó szokások. Neve a bibliai Betlehem városának nevéből ered. Körülbelül már 10 éve kezdődött egy olyan betlehemes kezdeményezés, hogy összejönnek a faluból fiatalok, idősebbek, és előadjuk a karácsonyi történteket, és összefogni a falut, és egy előadás keretében ezt elmondani a falu lakóinak, és hogy közösen jöjjenek össze, közösen ünnepeljünk, énekelünk együtt, közösen forralt bor, tea, kis mézes kalács, kis ajándékok, és így ez szent este előtt 3 óra körül szokott kezdődni, és aki csak teheti, az eljön, és utána szokott szentmisénk is lenni. Tehát így évek óta már próbáljuk a falu közösségét összefogni, és nagyon sok segítőnk van ebben, a résztvevőkön kívül is mindenki, aki csak tud segít, és így talán megvalósul az összefogás itt a Szálkai faluban. A járványhelyzet miatt most nem tudunk ilyen előadást összehozni, ezért döntöttünk úgy, hogy egy kezdeményezésre, hogy megpróbáljuk, hogy gyalog vagy autóval, időjárástól függően körbejárjuk a falut, és akkor az időseknél megállunk, akik kijönnek a kerítésig, és akkor egy rövid műsorral mégis kedveskedni, és egy karácsonyi hangulatot teremteni, hogyha már nem lehet összejönni közösen, megünnepelni a karácsony szentestén. Lényegében ezért, mert az idősek már nagyon be vannak otthon gubózva ilyenkor téli estéken, és megpróbáljuk őket is bevonni ebbe a kis közösségbe, hogy ők is aktívan részt tudjanak venni, akkor is, hogyha nem tudnak eljönni, vagy egy rövid időre mégiscsak el tudnak jönni, tehát ez mindenképpen közösségteremtő. Az önkormányzat nagyon nagy segítségünkre van, a dolgozók és a polgármester Pálfi polgármester úr is nagyon sok segítséget ad, és lelkesít minket. És a nyájat kiőrizte, mikor álmodoztának közbe? Hát vigyázott rájuk az őrangyaluk. Valami furcsa volt a levegőben, hisz a nyáj egész korán lepihent. Lefekvéshez készülődött az idő, amikor egy új csillag jelent meg az égen. Egészen fényes volt, és különleges. Ilyenkor semmi rossz nem történhet, mivel az új csillag csupa jót hoz. A paraszti betlehemezés középpontjában hagyományosan a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes játéka áll. Fő eleme a pásztorjáték, ami a 3 pásztor párbeszédére épül. A betlehemezés fő kelléke a jászol vagy a templom alakú betlehem, melyben többnyire a Szent Család látható, valamint angyalok és állatfigurák. Nagyon szeretik és várják a falu lakosai ezt a rendezvényt, hát reméljük, hogy ez az újféle módszer is beválik, és hogyha legközelebb is szükségeltetik, akkor valóban azért egy kicsi örömet és karácsonyi hangulatot tudunk vinni az emberek életébe. Lelkes kis csapata van Rendásné Zsuzsának, akik nagyon nagy átéléssel és valóban örömmel készülnek mindig. Rengeteg felnőtt szereplőnk volt az előző években, amikor magát a játékot adtuk elő, sőt a közeli városból Szekszárról is kilátogattak annak az eseményét megnézni. Hát bízom benne, hogy az önkormányzat részéről továbbra is mindenféle támogatást, ahogyan eddig is kaptunk, ezután is fognak minket támogatni, és ezáltal kellemes
karácsony, békés, nyugodt ünnepeket kívánunk mindenkinek, és remélem, hogy jól szórakozzanak majd, akik megjelentek. A játékban a pásztorokon kívül a kis templomot vívő két angyal vesz részt. Egyes vidékeken kiegészülnek még több szereplővel is. Miután eljátsszák a Jézus születéséről szóló történetet, átadják ajándékaikat és jó kívánságaikat.